11. alkalommal kerülhet megrendezésre az Adnió Kupa jótékonysági kispályás labdarúgótorna, amely ezúttal is a rászoruló családokat hivatott támogatni. Az időpont és a helyszín egyelőre nem ismert, azonban az adakozás idén sem maradhat el. Csak hátrányos helyzetű családokat és gyermekeket szeretnénk támogatni, természetesen ezt a SETA-val együttműködve, mert ugye ez egy nagyon nagy garancia és biztosíték arra, hogy tényleg olyan családokhoz kerülnek el ezek az adományok, ahol szükség van rá ténylegesen. Ami nagyon fontos, még szeretném kiemelni, hogy köszönjük szépen a labdarúgóknak, a jégkorongozóknak és a kézilabdázóknak a mezeket, amiket licitre bocsájt az alapítvány, és ebből a befolyt összegből is nyilván megvásároljuk azokat a dolgokat, amire szükség van a gyermekeknek vagy a családoknak. A szegényeket támogató alapítvány immár negyedik alkalommal segít abban, hogy az adományok eljussanak a leginkább rászorulókhoz. Minden évben egyedileg állítják össze az Adnió Kupa baráti kör alapítványnak a munkatársai csomagokat névre szólóan, korosztálynak megfelelően, úgyhogy mi is úgy próbáljuk összeválogatni a családokat, mindenkit személyesen ismerünk, hogy úgy célzottan jó helyre kerüljön. Szontágné Kovács Erika hozzátette, hogy az adományok egy részét minden esetben felajánlják a partnerszervezeteiknek, ezzel bővítve a rászoruló családok körét.